Körbenézek itt a stúdióban, és profi politikusokat látok. Egy picit életidegen, testidegen nekem a helyzet. Én nem vagyok profi politikus, én az MTA köztestületi tagja vagyok, a Techból Sportág egy magyar hungarikum műszaki ötletgazdája, egy nemzetközi gazdasági szakember. Mégis meg kell kérjem, hogy az elmúlt 20 évben, amióta az EU tagjai vagyunk, mégis a főállású és profi politikusok milyen eredményt értek el? Az Eurostat szerint Magyarország az EU egyik legszegényebb, a Transparency International szerint pedig legkorruptabb országa. A megoldás mozgalom alapítói, Magyarország legnagyobb adózói, szakemberek, akik nem függnek a kormánytól és a közbeszerzésektől. Ezért arra kérek mindenkit, hogy jól gondoljuk át, hogy június 9-én szakembereket vagy politikusokat küldünk Európába. A megoldás mozgalom egyértelműen az EU és a NATO tagság mellett áll. Ezek szövetségi kötelékek, és a kötelezettségeinknek 100%-ig meg kell felelnünk. Kérdésem persze, hogy a különutas magyar politika milyen eredményre vezetett, de ha valakik, akkor mi tudjuk európaiak, hogy milyen az, amikor egy európai konfliktus az egész világot romba dönti. Mert az első és a második világháború ilyen volt, és személyesen voltunk érintettek. Nekem a nagyapámat Pálházáról, Borsodból 16 évesen hurcolták el, és hiába bujkált el az erdőben, azt mondták nekik hangos bemondóval, hogy aki nem jön elő, annak az édesanyját visszük el. És ez nem történhet meg még egyszer Európában, ez nem fordulhat elő. Azt gondolom, hogy mi magyarok tudjuk azt, hogy itt jó érzelmű ember nem lehet háborúpárti. Senki sem akar egy harmadik világháborút, és Magyarország egy ütköző állam, Ukrajnában egy honvédő háború zajlik, a Balkán peremén itt van egy következő konfliktus, tehát Magyarország egy közös európai hadseregben hisz. De azért is hisz, mert ki, hanem mi tudjuk a legjobban, hogy 1686-ban, amikor Buda visszafoglalásáért egy európai hadsereg szavoljai vezetésével spanyol tüzérek, szászok, németalföldi gyalogosok, olaszok, magyar huszárok együtt vették fel a harcot az Oszmán Birodalommal, aki akkor a világ felét uralta. Magyarország a NATO tagja, és a NATO 5-ös cikkelye kimondja, hogy ez egy védelmi szövetség. Úgyhogy, ha Magyarország honvédelmét tudásalapúra fejlesszük, akkor olyan kibervédelmi képességeink lehetnek, amivel ki tudunk tűnni, mind a mellett, hogy a szövetségben Magyarország védelmet élvez. Magyarország egy átjáróház. Itt vagyunk kelet és nyugat között, a schengeni határ mentén. A kérdés, hogy jól van-e az így, és akarjuk-e, hogy az így legyen. Ugyanis migráció és migráció között óriási különbség van, hiszen ha Grossmit Sándor nevét mondom, aki kassai német származású családból jött, de a világ őt Márai Sándorként ismeri, vagy ha Purcelt Ferencet említem, aki egy kispesti sváb labdarúgó, de a világ leghíresebb magyarja Puskás Ferencként, vagy ha a pozsonyi német katolikus család leszármazottját Erkel Ferencet, aki a magyar himnuszt írta, vagy azt a megannyi zsidó származású magyar Nobel-díjast, például Günzberg Dénest, akit Gábor Dénesként a hologram miatt megismert a világ, akkor azt gondolom, hogy a migráció és az az agyelszívás, ami tehetségeket idehozza, annak van értelme. De ők integrálódtak, és büszkék vagyunk rájuk. Jogos a kérdés, hogy 770 ezer magyar, aki már külföldön él, ők nem itt fognak szülni gyerekeket, és az ő gyerekeik hol fognak integrálódni. A migráció az már megfordult. A magyarok elmennek, elnéptelenedünk, 2050-re 8 millióan maradunk. Viszont Észak-Afrikából, egy teljesen más kultúrából, egy más vallásból vajon fognak-e integrálódni azok az emberek, és nem akarok senkit megbántani, de átvitt értelemben, ha a beteget hozzuk ide, és nem a gyógyszert küldjük oda, akkor hogyan és miként tudunk segíteni? Én se akarnék elmenni Magyarországról, és azt gondolom, hogy morális kötelességünk, hogy az a sok milliárd euró, amit a védelemre és az integrációra fordít az EU, azt ott helyben próbáljuk megsegíteni, és így képzeljük el Magyarország identitását. Nem beszéltem a többi EP listavezetővel, de fogadni mernék arra, hogy nagy többségben a demokráciáról és a jogállamiságról fognak beszélni, és köszönöm, pontos téma, de ezért nekem egy másik kérdésem van,
hogy hogyan lesz több pénze Magyarországnak. És az egyik kiemelkedő lehetőségekkel bíró terület az a mezőgazdaság. Ugyanis Magyarországon van a legnagyobb európai édesvízkészlet, de mégis a sok ezer milliárdnyi EU-s támogatás ellenére, hogy lehet az, hogy ma egy holland gazda egy hektáron ötször több értéket tud előállítani. És a válaszom egy picit visszacsatol az akkugyárakhoz, ugyanis amíg Magyarország egy munkalapú társadalmat és egy munkalapú betanított munka, összeszerelő üzem féle struktúrát akar, addig a mezőgazdaságban is sajnos a hatékonyság az ilyen szinten lesz, és ez nem versenyképes. Ugyanis a tudásalapú társadalom és a tudásalapú technológiára, innovációra épülő mezőgazdaság az, ami világszínvonalú élelmiszeripart és önfenntartó országot eredményezhet. Hogy lehet, hogy Magyarországnak importálnia kell zöldséget, gyümölcsöt, mert olcsóbban kapjuk meg még az importot is. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak most már kötelessége dönteni, hogy szakembereket küldjünk el az Európai Unióba, akik a jogállamisági eljárás miatt, ha a kormányt miatt nem kapjuk meg a pénzeket, akkor közvetlen legyen olyan pályázati program, ami a KKV-knak, civil szervezeteknek és az önkormányzatoknak forrás biztosít, hogy meg tudják valósítani azokat a mintatelepüléseket, amelyet a megoldás mozgalom is szorgalmaz. Tudom, fiatal párt vagyunk, de mégis a második legtöbb önálló polgármester jelöltet a megoldás mozgalom állított, és 3200 kis település van Magyarországon, úgyhogy én hiszem, hogy ha lesznek ilyen minták, követendő példák, akkor sok magyar azt mondja, hogy ez a helyes út. Szakemberként nekem az az első gondolatom, hogy Magyarország jövőjével már nem viccelhetünk, és nem politikai, ideológiai kérdés, hogy hogyan lesz több pénz. Hogyan lesz több pénz, hogy az egészségügyet és az oktatást rendbe rakjuk? Hogyan lesz beindítva a gazdaság? Mert ahhoz viszont szakemberek kellenek, és jó ötletek hangzottak el, de ehhez olyan megvalósítás kell, ami nem feltétlenül balról vagy jobbról, hanem inkább szakmából közelíti meg azt, hogy Magyarország hogyan lesz egy európai és élhető hely. Ezért arra kérem önöket, hogy június 9-én a dr. Huszár Viktor Dénes által vezetett Megoldás Mozgalom EP listára szavazzanak. Mi egy új párt vagyunk, mindössze 2 éves, nem parlamenti párt. És Máté Pétert idézem, ne féljünk az újtól, jót hozhat nekünk. Köszönöm.